babát. És hogy gondolom ezt a babát? Azért akarom, úgy gondolom a babát, feljutok, menedzser leszek. Hogy vezessem itt? Levezess már, nem érzés. Levezetem, akkor lefelé kezdem, levezetem, és akkor én nem magasabb kezdem. Menedzser leszek. Igen. Megalakul a cégünk. Tiéd is, meg az enyém is. De nem akarok céget. Akkor a tiéd nem. Az enyém. Megalakul. Igen. Lesz elegendő pénz ahhoz, hogy a baba, ami az én legnagyobb vágyam. Igen. Meg a tiéd is. Igen, az a kérdés. A kettőnk, de igazi vágyam, az létrejön. Szerintem meg az igazi vágyam, hogy vezető legyél ebben a nyomorúságosan cég. Nem, egyébként tényleg nem. Hát egyébként meg de. Azért valamiért, de tényleg nem. Te nem látod magad, hogy nézek, amikor hazajössz. De látom, szép, hogy zuhan vagy, hogy állok. Ez szét vagy zuhan. Tudom. Aztán értem, hogy hogy tudsz még tükörbe nézni? Nem hazudok. Nem hazudok. Jaj, ne nézd meg ilyen. Na te ne nézz hülyének, mondjál egy embert, akinek hazudok. Bárki, aki úgy ül a székedben. Nem hazudok. Hiszek benne, hogy az jó. 300 szállodátok van, ebből már 20-20-at körbejártunk. Szerinted melyik az, amit Isten igazából egy barátomnak javasolnál ezek közül? Egyiket sem, pontosan tudod. De azért próbáltam ki először őket, hogy tudjam, hogy ajánlhatom-e, vagy nem. Igen, most már nem, azt mondtam, nem. De a többi 280-at állítom, hogy jó. És ha bele tudtam, és én oda fogok járni. Komolyan, nem is lőgök, de hiszek benne. Akkor rögsz, amikor már látod, hogy egyszerűen olyan... Nem, ebben vicces az a helyzet, de máshogy nem működne, ha nem hinnék benne. Hiszek benne, hiszek abban, hogy nekünk közösen kell lenni egy babának, és ezért mondtam, hogy kell egy baba, mert én azt érzem, hogy kell egy baba. Én pedig azt érzem, hogy mindeket te lehetnénk szabadúszók, mint ahogy azt annak idején megálmodtam. Én írom a cikkjeimet, igen. Ezt simán lehet. De most írod a cikkeidet. Van egy telefon. Ezt most el kell intézzem. De gondolkozz azon, amit mondtam, ez tényleg, ez, ha valami, akkor ez innen jön. Csak gondoltam, hogy összehozzám levezényed. Ja, jövök hozzá tényleg. Tehát... De milyen érzés volt? Most veszekedtetek. Veszekedtetek. Tehát, hogy a közös ér, én megértelek. Kitől kapod ezt a lincsot, hogy jó? Ezt? Színész barát. Tényleg? Vertek egyet? Melyik színész is? Kézzed előtt. Kiskorunkban, amikor ilyet hoztak, akkor mindig meg voltunk sértődve a testvéremnek, hogy miért nem hoztak. Igen. Hogy hozhat valaki kezdet? Nagyon egészséges. És aztán nagyon sokára jöttem rá arra, hogy lehet, hogy azok, akik hozták, még tudom is, hogy ki. Ők azt szeretnék. Hogy lehet, hogy azok. Ez is önzőség, és ez is hazugság, hogy adok neked valamit. De az is lehet, hogy már hetek óta ott volt a lakásunkban, és nem tudták hova elsózni. Több lehet. Szóval, tulajdonképpen mi az igaz? Nem tudom, nem igaz. Mikor ki ad, akár az adakozás. Visszatérve azzal, ami volt a Dórival, ha én most elmondom a igazságot, akkor vége. Nem akkor biztos. Vége. De akkor meg hogy tudsz együtt élni egy nővel, akinek soha nem azt mondod, amit gondolsz, legalábbis a fontos kardinális dolgot. De most nem fekete vagy fehér, Júli. Hát egy pszichológusnak ezt kéne tudni. Én? Ez igaz volt? Értem, csak azt érzem, hogy te ott azt vártad, hogy ő minden tekintetben támogat téged, és azt fogja mondani, hogy drágám, legyen ugye, ahogy te akarod, bízom benned, el fogod érni a célodat, tudom, hogy miértünk hajtasz. De nem lehet megmondani, amit gondolok pontosan, mert vége. Hát, hogyha megmondom mindig, amit gondolok, hát gondol már bele. Most megmondom, értem, hogy a feleségem, meg nem tudom. De hát... Én általában... Muszáj azt, kicsit azt... Érted? Egy jó kereskedő azt mondja, amit az ember hallani akar. Nem? Hogyha jó akarok lenni otthon, akkor nagyjából azt mondom, amit ő hallani akar, és ügyesen megyek. Hát csak közben meg a sérnyomás is megjön. Így megy el? Hát egyelőre jól menni magánéletem. Hát jó. Ezt te jónak hívod? Ezt én jónak. A rossznak azt ugye nem vagyunk együtt.
Nálunk ez így működik. Számunk világában, tehát úgy vagy nulla vagy egy, most együtt vagyunk, tehát egy. Hát jó, most nem mire gondoltál a szexre, vagy egy nem, ez ilyen. Arra sosem gondolsz már. Nem tudom, milyen kapcsolat. Hát, de most vagy nem, ez most egy milyen megjegyzés volt, de most hát, rá beszéltünk már erről. Hát beszéltünk, de most azért mondom, ezt most figyelj, mi hozott fel. Figyelj, tegyél egy kísérletet. Igen. Iván. Mire mond? Menj haza ahhoz a feleségre. Igen. Mondd el neki azt, ami igazán benned van. Ez a tegnapi napok kapcsolatban, amit... Nem, amit általában érzel, az egész életeddel, a jövőddel kapcsolatban. De most mi lesz? Most ennél rosszabb nem lehet, ahogy most voltatok. De, ennél rosszabb? Hát ez jó, ahogy voltatok. Akkor valamint kettőnk valahogy nem stimmel a gondolkodásmódunk valamelyikünknek. Te pszichológus vagy, és te biztos nagyon sokat értesz az emberek agyához, én meg egy jól menő üzletember, ilyen értelemben, tehát valószínűleg... De én ahhoz értek jól, hogy azt érzékeljem, hogy te jól érzed magad, vagy... Én kurva jól érzem magam. Csak egy kicsit elmegfáradt. Kicsit magas a vérnyomásom. De ez nem azt jelenti, hogy nem jól. Érted? Lehet, hogy neked is az mondok már, nem? Hát figyelj, ugye igazából elmondom azt, hogy igazából azt, amit gondolok. Ha igazából elmondom, az meglepődhetne. Az biztos. Meglepődhetne, és abból még sok minden kisülhet. Kisülhet az is, hogy nem áll melletted, kisülhet az is, hogy valami úgy reagál, hogy egyszer csak őszintén lesz a maga. Jó, mi lesz, ha elhagy, és most egy nagyon jó kis kísérletet eljátszott egy pszichológus nővel, akinek sok könyve megjelent, meg minden. De közben elromlik a kapcsolatok, hogy akkor mi lesz? Akkor mit csinálsz? Nem kéne hagynod, azt sem. Tehát, hogyha egy nő el akar hagyni, és te azt akarod, hogy veled maradjon, akkor meg azt fejezd ki, hogy nem akarod, hogy elhagyd. Igen, végül is ez. Mert mondjuk akkor az őszinte. Nem az, hogy megsértődsz, hogy jó, hogy akarsz, akkor én se. Akkor neked arra kell hajtani, hogy ez a nő neked mindennél fontosabb, akkor ő is tudjon már róla a francesen. Jó. Hát csak ő jó. Tudja, hogy neked fontos. Jó, én okay. Tudom, jó, te okay. Tudod, ő neki meg ez a kis jó, megdumáltál. Na, ugye ez a maga majd mesélj, hogy jó, okay. Érted. Bény jelenet. Szia. Szemeim most valami? Tollam már el, őszintén nincs. És muszáj elérnem valamit, annyira jó szemben bejutott. Igen. Egy kérdés, csak kérdés, jó? Figyelj, most muszáj lenne valamit. Jó, figyelj, ez az a cikk, amire nem tudom, tehát két hete jó, és ugye azt mondom, hogy most valami olyan dolgot szeretnék veled beszélni, és nézd a szemben. Nem érted, hogy és két hete várok erre a pillanatra? 3 percet kibírsz, nem? Előbb még 2 volt. Akkor 2. Jó, akkor addig monologizálok. Nézd, jó, nem tudom, te mit gondolsz az őszinteségből. Én általában őszinte vagyok. De hogyha mondjuk nyilván itt őszintén is van olyan, hogy még őszintén. Őszinte vagy, de még őszintén, mint hogyha itt van egy alma, és itt van 2 alma, az már biztos, hogy 2 és nem 1. Tehát, hogy 2-szörös őszinteség lenne mondjuk, akkor az neked jó, szerinted? Ha én most őszinte leszek veled, akkor az neked jó? Szeretnéd, hogy őszinte legyek veled? Ez nagyon szóval kezdtem videt, persze. De véget is ér, mert hogy egy picit nem... De most ez nekem egy nagy... Ez most nekem egy nehéz dolog, és most ezt egy komolyan akarnám mondani. Hogyha mindig szaladsz... Másodperc? Azért nem... Tehát nem fog arról szólni ez a dolog, amiről most kéne, mert el akarok valamit mondani. És jó, hogyha azt nem hagyod, akkor... Köszönöm. Tehát szeretnéd, hogy őszintén elmondanám, ami van bennem? Igen. De azt mondtam, hogy ezzel nem is így. Igen, eddig is így volt, csak azért mondtam az almás példát, amire nem figyeltél, hogy még őszintébben elmondjam, amit gondolom. De mondtam, hogy nem fogom figyelni. Tehát ezt mondtam, tudom, de most fogsz, de most nem vagyok semmit adkozni szeretnék, hanem ezt szeretném mondani, hogy... hogy hogy most, hogyha őszintén elmondanám, mit gondolok, az jó lenne? Igen. Tudom, hogy előbb mondtad, hogy igen, csak most megint megkérdezem. Mert olyan, mint nem figyelnél rám. Jó, tehát igen. Jó, oké, igen. Ja, attól, hoppá. Attól függ, hogy mit akarok mondani, igaz? Hát ez az.
ezért hihetetlen ez a dolog. De igen, igen. Tehát, mondd egy. Ez hülyeség ez az egész. De nem, ne. Igen, nem. Tényleg, ez nonsens, hogy ezt egy ember hülyét csinálnak belőle. Figyelj, hogy én is ilyen voltam. Nem tudom, hogy értem rá, hogy milyen lett volna. Jó, nem tudom, hogy akarok-e egy gyereket. Nem tudom, hogy bevegyük szóval, vagy nem akarok igazából, nem tudom, hogy akarom ezt az állást. Igazából nem érzem jól magam, igazából mi sem vagyunk annyira jó, mint ahogy gondolnám, hogy esetleg, amikor gyerekkoromban voltam, jó, de jó lesz, ha lesz a feleségünk, de jó lesz. Annyira most nem olyan, attól még lehet, hogy ez jó. Csak lehet, hogy nem annyira jó, akkor várjál. De. Nem tudom, hogy ezt most figyelj, egyébként ez csak az, látod, emlékszel, hogy igen, tehát ez a baba téma, tudtam, hogy ezzel valami nem stimmel. Emlékszel, hogy még szóval is vettem? Emlékszem. Jó, tehát egyáltalán nem szeretnél gyereket, vagy én vagyok az a nő, akitől szeretnél? Nem tudom. Most minden? Nem akarok gyereket, most tűled. Nem tudom, miért nem akarok, de most nem akarok, ez az igazság. Most ezt akartam kérdezni, hogy elmondjam, hogy mit gondolok. Nem, nagyon nehéz, kurva nehéz, és azt mondom, hogy oké, akkor hagyjuk abba. Én nyilván azt mondom, hogy tökről vagy készülve, ma azért jöttem ide, hogy akkor oké, ki vége lesz, meg nem tudom. Sose csináltam még ilyet. De ez az igazság, érted? Ha tényleg az igazság kell, akkor ez az igazság. Ha tényleg az kell, akkor ez az igazság. És tök most tényleg vállalom. Nem tudom, hogy miért érzem úgy, és nem vagyok én olyan nagy vagány, meg nem vagyok én olyan, nem akarok én annyira ezenek a cégnek, amit tudom én milyen lenni, mert igazából ez szorongással tölt el, hogy most mi lesz. Nem érzem magam annyira jól a bőrömben. Mindenestül. De téged szeretlek, tényleg szeretlek. De most én nem azt érzem, hogy nem tudom, hogy ez tőlem ered, ez a problémád, ami van, tehát hogy valami közöttünk nagyon nem stimmel, vagy pedig tele van a módszikről ezzel a munkahelyen, azt látom, hogy tökéletesen hülyét, olyan tényleg úgy, azt látom rajtad, amikor egy ilyen kemény nap után hazajössz, totálisan készül. És közben meg nem tudom, hogy ez csak egy ürügy arra, hogy készen legyél, vagy pedig ez egy alapján. Nem, készülhet, és nincs kapcsolatban ez. Is valami nagyon komolyan nem stimmel. Nem tudom, hogy veled kapcsolatban mi stimmel, és minden, nem akarok gyereket, nem szeretem ezt a pressziót. Nem tudom, hogy képes vagyok erre, nem tudom, hogy ez a munkahely, ami nekem kell, nem tudom, hogy hol. Mehetnék ebből a... Ez egy olyan mókus kerék, hogy kész vagyok, pénzkeresés, rohangálás. Szarom le ezt, amit csinálok. Nincs kedvem ezt a pénzt hajtani, igen, nincs kedvem. Nem tudom. Én tudom, de most ez, ahova így ezt a kis cikket írnám, ott most éppen valami olyan embert keresnek. Nem tudom, én régen szakember. Szerűség. Hogy így oda, innen, hogy hol vagyok. De édes vagy. Az érdekel. De édes vagy. De nem vagyok édes, csak így azon gondolkodom, hogy a megoldáshoz. De édes vagy, ezért vagy édes. De nem szeretem, hogy beszélni, hogy de édes vagy. Nem azt érzem, hogy... Tehát, hogy így gondolkodjunk közösen, vagy beszéljük. Nem tudom, tehát most így... Nem tudom közösen, vagy én azt szeretném, hogy most egy kicsit te gondolkodni. Nem bírok már gondolkodni. Ebbe fáradtam el. Lírai vége lett ennek a kicsit drámai jelenetnek. Nem szoktuk azt sem megbeszélni, hogy milyen legyen a hangulata. De hát ugye most itt vagyunk, hogy most megkaptátok, tessék. Ilyen az, amikor tényleg kijönti a szívét. Akkor ezt most mi elviseljük, vagy nem? Ezt mi akarjuk, vagy nem? Ezt mi gyanítottuk erről a pasiról, most egyelőre ne képzeljük a feleség helyébe magunkat, csak
gondoltuk, hogy neki ilyen szorongásai vannak. Ezt is én írtam meg neki, hogy ez legyen a jelenetben, hogy ő ilyeneket szorong. Ezt gondoltuk? Vagy meglepődtünk rajta? Jó, halló. Gondoltuk. Hogy ilyesmi van a mélyén? Mert azért van összefüggés, és valamilyen módon rá szoktunk kérdezni, vagy rávezetjük az illetőt, hogy egy picikét beszéljünk már az ő gyerekkoráról is. Most megnézzünk egy jelenetet, hát ahogyan ugye ő emlékszik, hogy mi történt vele gyerekkorában. Hatodik osztályos. És most... Biztosítik még. Ilyenkor van az, hogy a csajok nem értik, hogy velük egy osztályban hogy járhat ennyi kisfiú. Ugye, mert a 12 éves lány az már a nőnek számít, és már ugye egyáltalán a jövőjén gondolkodik. Nem úgy, mint... Egyszerű hétköznap 10:30 van. Csókolom, Iván vagyok, a botondal szeretnék beszélni. Igen. Nem. Szevasz, figyelj! Nem működik ez, a rózsabotondal nem működik. Hát mert nem durran. Ez itt szar, amit adtál. Komolyan. Aha, neked. Visszavárd! Figyelj! Anyám még nem jött meg, mit mondunk? Hát persze, mi az én? Jaj! Na, ne mondjuk! Hát megmondjuk, ha? Igen, és nem tudom. Mondjuk már ugyanazt! Ne, hát az, hogy a puskás, mert az nem jött. Mi van az izével? Mi a nagyjából most mi megy? Az szar, sokkal jobb a lazacos. Jó, hát amikor medve elkapja, tudod az izébe. Hallod? Anyám még megvan a cápa 2. Aha, tudod mikor? Majd átjössz. Figyelj, itt vagyok egyedül. Semmi nincsen. Szia. Lazaság. Szia! Igen, én megijedtem nagyon, én is megijedtem, te is, én már bocsánat, mert anyukám is itt van, még én sem tudom mit beszélni, de én beszartam ettől, úgy rohantam haza, igen, én is. Jó, szia, de jó, hogy épségben vagy. Úristen! Szia! Szia! Hello! Hello! Most az van, hogy... Még egy kicsit korán. Nem, az van, hogy bombariadó volt. Igen. Bombariadó volt, és a boton tudta meg. Azért beszéltem a botont, mert ő tudta meg. A botom tudta meg a puskástól, mert hogy nem jött be a puskás. Nem jött be a... A botont tudta meg. A botom megtudta, azért most hívott. Hogy ő tudta meg. De most te a botont tudtad meg, vagy onnan tudtad meg, hogy nem volt előtt? Én nem voltam! Csak most jöttem haza. Fölhívtam a botondot, hogy mi van, mert annyira meg volt ijedve. Én annyira még ijedtem, hogy azt mondták, hogy fog marni adó, és akkor nem tudtam, hogy fel fogok rakadni mindenki át. Ez milyen magány. Igen. Ez
de jó. De nem a fejed férős. De most megijedtem. Gyerekem segítik, kép a pont, jó? De hogy ezt mondd végig, mert ezt nem értem továbbosan. Nem tudok jönni kivakolni először, mert annyira szaladtunk, hogy beütöttem a kezem. Nem bírom megemelni ezt a pisztolyt, csak azért tettem. Nem tudtam lövöldözni jól. Mert nincs benne rózsapatról sem, mert a motod átver. Igen. Nem is fáj, igaz? Jó. Ja, jó, hogy... Akár magyaró volt. Annyira megkérdődik. Figyelj, nem lett volna a kémia dolgozat? Nem tudom, hogy van lett volna. Vagy lehet, hogy hétfőn. A hétfőn van. Hétfőn lett volt, amikor még akkor volt kémiát, amikor nem tették át, most már áttették. Akkor kérdezz ki. Nem tudok. Gyere, segítek ki magam. Hogy apád az, aki az egyetlen a kémia, amiben ő a jó. Segítsek pakolni. Segítsek. Figyelj, ezt ne, üdvisszem egy szíves. Hogy van ez a pokon? Nem tudom, hogy volt, mert elfelejtettem, hogy értsünk meg egymást, és akkor... Mint a CSI-ba egyszer, csak ahol meghallottam, hogy bombariadó, értelen elfelejtettem mindent. És hazajöttem, és erre tértem magamhoz, itt vagyok. Nem mondott semmi, ami a...
Hát azt mindig elmondja minden fogadó, hogy egy picit. De a mai nap? Picit lehet szorgalmasabb, de semmi. Mi a mai nap? Hát ma nem maradt a nyelvtanulóra. Ma nem? Hát ezt meg megtartották, tudod. Tudom, azért mondom, hogy ma nem. És utána meg? Hát hogy tudjuk utána meg? Hát úgy mit mondott a Tibi bár? Ugye azt mondtam, amit én? Vagy nem? Hát hogy nem, hogy elmaradt. Elmaradt, mert bombariadó volt. Hát hogy ő azt mondta, hogy járműszünet volt, de hogy elmaradt, igen. Azért, mert bejöttek a bombariadósok, leoltották a pillanat, hogy mert úgy tűnik, hogy a pozitívat meg a negatívat kell dugni, árammal megy, hogy visszaszámol, és ha nincs áram, akkor nem számol vissza, és nem robbanunk. Hála Istennek meg. Kisfiam, én megmondom őszintén, hogy egy picit tudod, hogy én nagyon bízom benned, és azt feltételezem rólad, hogy ez jó hatása lesz a felnőtt korodra ennek a bizalmi kapcsolatban. De hogy én azt hittem, hogy te hazudsz. És nagyon örülök, hogy pozitívan csalódtam meg. Igen! Azt hittem, hogy az jobban. Szóval, egy 15 évvel később azt állapítjuk meg ketten, ugye a pszichológus és ő, hogy hát így könnyű rászokni a hazudozásra, hogyha egyszer véletlen hazudozol, vagy direkt hazudozol, vagy lógsz az iskolából, és téged igazol az élet. Hát akkor így nagyon könnyű igazából ilyen életformára vetemedni, nem? Hát igazából néha azoknak van szerencséjük. Ő minden esetre eléggé meglepődött ezen a fordulaton. Na, a következőkben a nőnek a kapcsolatait ugyanilyen formában végiglapozzuk, de most azért egy kicsit jövök beszélgetni, hogy vagy. Kapcsolatában a tanárúrral, aki elindította őt ezen a humán értelmiségi pályán, fog találkozni mégpedig az érettségi találkozón, amikor 10 év után összejön a nem, most itt a nevetés arról szól, nem? Amikor ilyen előadás. Nem. Jó. 10 éves érettségig találkozom. Hát már itt ettek, ittak, nosztalgiáztak, és most összefut. Hol futok vissza? A büfében, vagy a folyosón? Büfében. Jó. Tehát most egy kicsit négyszer köztük. Én jobban nem lehetek. Jól vagyok, élek, virulok. Sok könyv között virágzik a lelkem. Én legalábbis minden magyarokra után nagyon egészen. Azt éreztem igazából, hogy így a tanárunk, az, amit a tanárunktól kaptam, az egy egész életen keresztül. No, fele, ne hülyéskedj! Én azt gondolom, hogy nekem
Nekem a hivatásomban is, és abszolút a tanár úr világváltásának, műveltségének, olvasottságának. Bravo! Ezt én mindenképpen el akartam mondani ma est. Én nem még egy. Nem mindent semmiképp, mert egy kis vörös volt. Fiatal ember, egy kis vörös volt majdnem. Dórikának. De itt van, nézzük a mellett. Ja, akkor ezt áttöltjük. De? De üvegből nem, mert szerencsétlenség. Tényleg? Igen. Örülök, hogy látlak, és örülök, hogy ezt mondod nekem, ez nagyon megmelegeti tényleg a szívem, ez olyan jó érzés nekem. Isten látja lelkem. Légy áldott. Virágozzék a lelkem. De egy találkozik. De én azt hiszem, hogy már áldott vagyok. Azért, mert csak nem. Na jó. Már azt hittem, hogy Istenem! És köszönöm tényleg. Én köszönöm. De jöjjön fel, jól van, jól van. Jó, vagyok. Még a még táncra is perdülök. Kicsit túlzásba vittem a kis üstét. Megerőd a nyelven, Dóritán, ne haragudj rám, eszembe jutnak a kellemes emlékek.